Na sziasztok! Most nem fogok videót bemutatni, ez most csak egy ilyen kis mi a faszom, hogy finoman fejezzem ki magam. A minap kaptam egy kérdést, igencsak bántó kérdés volt, hogy úgy mondjam. Igazándiból odajött hozzám egy 15-6 évesnek tűnő, konkrétan gyerek, akinek még a tojásé is ott van a valagán, és így odajött hozzám ezzel a szöveggel, hogy halad, te nem pokémonozol, de szar vagy. És úgy igazándiból én teljes mértékben le voltam döbbenve, amit tudni kell. A mai fiatalság nagy része az esetek 90%-ában, hogy úgy mondjam, fingja nincs arról, hogy mit csinál. Semmiről. Abszolút. Van nekem is. Telefon. Jó. Minőség. Be is kapcsolom. Sőt, még azt is megmutatom, hogy nekem is van Pokémon Go-m. Lehet látni. Ott. Játszom. De. Vannak olyan dolgok. Be is kapcsolom. Hadd szóljam. Vannak olyan dolgok, amiket a mai gyerekek elfelejtettek. Én nagyon örülök neki. Itt a játszótér előttünk. Annyira jó érzés. Itt a nyári szünet. 40 fok meleg. És egy rokás gyerek van lent. Hát tök jó. Én egész életemben ebben a lakásban éltem, és ilyen tisztára boldog vagyok, hogy végre azt látom, hogy a játszóteret a gyerekek arra használják, amire van, hogy ott legyenek. Eskü, hát nem viccelek, 14 éves koromban én még komolyan mondom, ki akartam menni focizni. Nem igazán vagyok foci drukker, meg foci rajongó, meg úgy igazán nem volt semmi. Magyar focit én is végignéztem azért, na. De... akkor lent voltak a haverok. Nem MyVip-en, meg Facebookon, meg MSN-en kerestük a haverokat, hanem tudtuk, hogy ott van lent, akkor miért ne menjek le. Egy dolgot szeretnék elmondani. Ez most itt tényleg egy rövid videó lesz. A Pokémon Go egy végtelenül pozitív dolog. Leviszi a gyerekeket az utcára. De nagyon-nagyon tudnám ajánlani néhány embernek, hogy kezdjetek-e fórumokat olvasgatni. Megéri. Fölnyitja a szemeteket néhány dologra, ami úgy nem egy hátrány. Egy-két apró érdekességet elolvastam, például, ami engem kifejezetten tudott érdekelni, amikor így nyomkodom a kijelzőt, hogy... semmi. Miért? És kiderült, hogy mert nincs értelme. Majd valamikor lehet, hogy lesz. Ki tudja. A másik. Nagyon jó trükk. Be lett szólva nekem, hogy milyen szar vagyok, hogy nem pokémonozok. Ha? Tiszta gáz, nem? Figyelj, mutatok valamit. Megy. Ott van. Figyelj, beszarsz neki. Hitted volna? Beszarsz neki, pokémonoztam. Van egy érdekesség. Adj hangerőt a telefonra és nyomd el a hangerőt a játékban. Nézz a szemed elé, te hülye. Hát mennyi balesetet lehet hallani, hogy a gyerek játszik, és akkor jönnek ezekkel, hogy mert hogy a Pokémon Go a hibás. Nem! Gyerekek, az a hibás, amikor a gyerek így megy az utcán. Nem lát ki a telefonjából. Te zsebre! Hát hangot is ad, zümögni is fog, bármit találsz. Ha meg elmész a városnak egy nevezetes pontja előtt, azt meg, ha nem veszed észre, akkor lőd le magad kategóriába tartozol most, nem azért, nem bántás gyanánt. Most, ember, ha elmész egy városba, látsz valamit, tök mindegy mit, fogod, előszeded a telefonodat a zsebedből, megnézed, hogy menj már pokéstól, pörget, visszarakod zsebre, és látod a tájat. Mert egy végtelenül pozitív dolog, hogy lehet látni így egy térképet, hogy hát igen, ott valami történik, patent a dolog, tényleg jó játék. Én nagyon-nagyon csípem, most már harmadik vagy negyedik napja játszok vele, most már a tököm tudja. És nekem tetszik, tehát én nekem kifejezetten bejön. De gyerekek, komolyan mondom, nézzetek a szemetek elé. Hát ha elgázol a kamion vagy az autó, hát kit érdekel, hogy te a telefonodat nyomkodtad, és azért volt. Elvasz az autó és főkész a balesetén, senki nem fogja megkérdezni, hogy mi történt. Egyszerűen annyit fognak látni, hogy a gyereknek rojtosra van törve a telefonja 40 méterrel odébb, mert addig dobta el. Akkor azt nem az autós lesz a hibás, hanem te meg basztál szétnézni. Gyerekek, hát nem akarok én most egy olyan ezét nagy veszizdást nyomni. Nézzél szét,
menj el a városba, játsszál, csak csapd a zsebedbe a telefont, vagy, vagy mit tudom én, ne így, ne úgy, hogy ezébe a deskenbe nyomod, vagy mi a, ezébe a riffbe nyomod. Az is bazd meg, milyen érdekes lenne abban. Na mindegy, igazándiból ennyi. Tehát én nagyon ajánlom ezt a játékot mindenkinek, jó pofa, szórakoztató, tényleg ilyen hasznos kis időtöltés, a mobilnet az meg megy gyengén is, tehát nincsen vele probléma. De mondom ennyit, ennyit gyerekek, én annyi embert látok most, itt vagyok Szekszárdon, nézzem itt a fiatalságot, én annyira boldog vagyok, tényleg, hogy, hogy ekkora helyen, nem viccek, ekkora helyen elfér 15 emberke, szeretetben, boldogságban játszanak. Kint vannak az utcán, és nem a gép előtt rohadnak. Jó, a telefonját nyomkodja, de az utcán van. De ne folyamatosan azt a kurva képernyőt nézd. Nem leszel azzal beljebb. Egyébként nem viccelek, direkt elolvastam nem egy, nem kettő fórumot. Kíváncsi voltam, hogyha ezt a részét nézem, akkor az nekem jó. Majd szóltak, hogy nem. Ezt, bármennyire látszik, igen, ezt a részét nézzétek. Miért? Mert a bal felső sarokban, ami van, az lesz a legtöbb esélye a környékedem. Ami meg a jobb alsóba, az meg a legkevesebb. Tehát, hogyha ezt nézed, akkor legalább tudod, hogy mit fogsz találni. De továbbra is, á kurva, na mindig. Továbbra is ugyanazt mondom, semmi egyebet, óvatosan gyerekek, mindenkinek nagyon jó fogdosást. Pardon, kicsit kétértelmű volt, de mindegy. Tehát mindenkinek nagyon jó ezért pokémonozás, tényleg gratulálok mindenkinek bármi eredménnyel járt. A termek királyainak gratulálok, tehát jók vagytok, ez azért büszkeség lehet. De mindig óvatosan közlekedjetek, és a telefon ugyanúgy jelezni fog, ha a zsebre baszod. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, sziasztok!